Megkezdődött a tél, a fagyos éjszakák után egyre gyakoribbak, már nappal is a csípős hideg időszakok. A fűtési szezon kezdete a családok kiadásait is megnöveli, éppen ezért hozta létre 9 éve a kormány a szociális tűzifa programot. Tüzelőre az 5000 főnél kisebb települések pályázhattak idén is. A legtöbb önkormányzat a Nyíreddő ZRT-től igényelte a faanyagot, amely többnyire kemény lombú fajokat, akácot, tölgyet és kőr is tartalmazott. Az idei évben az előző évekhez képest is nagyobb volt az érdeklődés. Mintegy 47 ezer köbméter tűzifát igényeltek az önkormányzatok társaságunktól. Ez két megyében értendő, tehát Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve egy önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is tőlünk vásárolja meg a tűzifát. Ha a két megyét nézem, akkor kétharmad, egyharmad körülbelül az aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések javára, mintegy 170 település jelent ez egyébként a társaságunknak. Tehát a 170 településsel vannak az erdészetek kapcsolatban a szociális tűzifa kiszolgálását illetően. A fákat a legtöbb településen a lakosoknak kell kérnie. Paszabon azonban még erre sincs szükség, ahol minden eddiginél nagyobb mennyiséget, összesen 539 köbméternyit sikerült igényelni, így közel 300 háztartáshoz juttatnak el tüzelőt. Ez egy háztartásban 17 mázsa fát jelent, amivel több mint két hónapra biztosítják a készletet a fűtéshez. Ez a település mintegy 86%-át érinti. Egy ingatlannál ez közel 50 ezer forint megtakarítást jelent. Ahol fatüzeléssel látják el a fűtést a településen, azok a lakosok kapnak. Ez most ebben az évben 297 ingatlant jelent, és ők 1,8 köbmétert kapnak, tehát ez azt jelenti, hogy 17 mázsa fát. Ez egy óriási segítség a lakosoknak, mert ez csak kemény fából áll, tehát akác, tölgy és kőr is fából, amelyet a Nyíreddő biztosított nekünk a rendelkezésünkre. Ők kifogástalanul elszállították nekünk ezeket a fákat, és mindegyik ugye nyilván méteresre van vágva, és valamennyi ingatlanhoz az önkormányzat szállítja ki a tűzifát. A Nyíreddő ZRT közlése szerint a mennyiségeket tekintve a legnagyobb igény a Baktalórendházi és Fehérgyarmati erdészet működési területén jelentkezett. A települések 60%-a már megkapta a megítélt tüzelőanyagot, a társaság február 15-éig ütemezetten mindenhová elszállítja azt.